A járványügyi intézkedések helyi feladatairól szólt a mai Polgármester Info. A legfontosabb feladat most az időskorúak ellátása, amit kormányzati szinten is kértek az önkormányzattól. Azok a nyugdíjasok, akik az önkéntes karantént választják, és nincs hozzátartozójuk, kérhetik a hivatal segítségét bevásárlásra, napi ügyek intézésére. Az önkormányzat közreműködik, és segítséget nyújt az időskorú lakosság részére az alapvető élelmiszerek, tisztítószerek és gyógyszerek beszerzésében. Felhívjuk ugyanakkor az idősek figyelmét, hogy kizárólag az önkormányzat által kiállított fényképes igazolványt felmutató munkatársaink segítségét fogadják el. Nem csak az idősek, hanem az egész lakosság figyelmét szeretnénk ugyanakkor felhívni, hogy amennyiben tudomásuk van, hozzátartozóval nem rendelkező, segítségre szoruló idős szeméről, akkor azt az általam említett, illetve a hirdetményben felelhető telefonszámokon szíveskedjenek jelezni az önkormányzatunk felé. A gyerekek ellátásáról, illetve az oktatás megszervezéséről is szó esett a tájékoztatón. A városban nem zárják le a köztereket, mint Budapesten, de a közterület felügyelet munkatársai, ha észlelik, hogy több gyermek van ezeken a helyeken napközben, mint tanácsos, megszólítják őket. A tanítás mindenhol elkezdődött, és az étkeztetést is biztosítják számukra, hangsúlyozta a város vezetője. Az óvodák változatlan formában működnek, ma a szerda van, tehát hétfő-kedd szerda 3 napja, a nyitvatartás állandónak mondható, továbbra is ezzel a rendszerrel megyünk. Megnyugtatásként szeretném elmondani, hogy az óvodákban a létszám a 7 színvirágoda esetében 200 helyett 18, a Diannánál 150 helyett 8, Károlyfalván ebben a pillanatban 0, Széphalomban 26-ból 4 és a Bölcsödében 50-ből 3 gyermek került be az intézménybe. Kis csoportban vannak, ettől jobbat nem is tehetnénk. Az lenne a baj, hogyha bezártuk volna az óvodákat, és egy kijelölt ügyeleti óvoda lenne, és az összes gyereket egy helyre tereltük volna össze. A döntésünk megalapozott volt, és mint látható, azt gondolom, hogy teljes mértékig hibátlan és kifogástalan. Az étkezéssel kapcsolatban, itt az általános iskolákról beszélek, a Kazinczy iskolából 58-an vették igénybe, vagy ma éppen 58-an veszik igénybe az étkezést, a gyerekek közül a Jókaiban 55-en, és az Esze Tamás tagintézményben pedig 35-en. Arra kérnék mindenkit, biztosítjuk az ellátást, időben és pontosan jelezni kell, de fontos lenne számunkra, és hát a gyerekek, családok számára is, hogy aki igénybe kívánja venni az oktatást, és, illetve az étkezést, és jelzi is ezt, az menjen el, külön felkérés, hogy ezt mondjam el, az menjen el, és vigye el az ebédet. A járványügyi védekezés része, hogy továbbra is elmaradnak a közösségi rendezvények, zárva maradnak a templomok, a katolikus és református egyház miséket, istentiszteleteket sem tart. A városban is bezárt minden olyan létesítmény, ahol egyszerre több ember tartózkodhat, mondta az alpolgármester. Mai nappal bezárta a kapuit a városi úszoda, hogy ez idáig erre nem kerül sor. Innentől kezdve viszont a sportlási céllal úszni igyekvőknek sajnos az a rossz hírrel kell, hogy szolgáljunk, hogy efféle tevékenységet nem tudnak végezni. A sátor egyelőre a helyén marad, amint csillapodik a járvány körül kialakult helyzet, igyekszünk ezt a sportolási lehetőséget is megadni a sportolni vágyóknak. A tájékoztató végén a város jegyzője szólt még az üzletek, boltok nyitvatartási rendjéről, a szolgáltatókról, amelyekre nem vonatkozik ugyan a jogszabály, de dönthetnek, úgy nem fogadnak vendégeket. A feltételekről, amelyek a nyitvatartási idő megváltoztatásának lehetőségét teremti meg, szintén szólt a város jegyzője. Ezzel a témával híradónkban még foglalkozunk.